Azt kérem szépen, hogy az atlaszt nyissátok ki. Mint ahogy a város összes oktatási intézményében, úgy az Erős Lajos Református Általános Iskolában is kezdetét vette a 2015-16-os oktatási-nevelési év. Az idei tanév kezdésre felkészült az intézmény, egész nyáron folytak a felújítási, korszerűsítési munkák. Az iskolába történő beiratkozás után pedig idén két első osztályban kezdték meg a tanévet az elsős gyerekek, tájékoztatta televíziónkat Pella Pál, református lelkipásztor. Arról tudok beszámolni, mint hogy eddig minden nyár munkával telt, épp, és ez úgy látom, most már ez mindig így lesz, hogy becsengetésre készülünk el a munkálatokkal. Főleg ebben az évben felújítási munkálatok történtek, a festés, tornaterem felújítása, ugye nyilván a használattól ott a falak igénybe vétetnek, a sporteszközök kiegészítése történt, a tetőnek, hát ugye ismerjük a gyermekek szokásait, labdázási szokásait, ugye felkerülnek, cserép törik, tehát a tetőzet felújítása, de legfőképpen festési, felújítási munkák, illetve különböző, ma már a modern oktatásban elengedhetetlen anyagok beszerzése. Itt elsősorban most táblákra gondolok, tehát digitális táblákat rendeltünk, azokat szerelték, azokkal készültünk, hogy megfeleljünk a mai kor kihívásainak. És eszközök pótlását az bejövő osztályoknak tantermi gondjai nem voltak. Két osztályra való gyermekünk van, minden feltétel adott, és azt tudom mondani, hogy minden évben próbáljuk emelni a színvonalat, tehát ami eddig volt, azt úgy tekintjük, mint amit nem el kell érni, hanem meg kell haladni azt a szintet, tehát ezt próbáljuk tartani, többek között a digitális táblák is ezt a célt szolgálják, mert ezt igényli a mai oktatás, tehát fejlődnünk kell folyamatosan is, minél jobban utolérni azt az elképzelést, amit mi szeretnénk, mert ez még nem az a szint, ahol mi szeretnénk lenni. Az iskolában megfelelőek a tárgyi, illetve a személyi feltételek. Utóbbi az eltelt évek alatt növekedett, hiszen a gyerek létszám is emelkedett az intézményben. Az idei év célkitűzése pedig elsősorban a református szellemiségben való oktató-nevelő munka. Ahogy növekszik a gyerek állomány, úgy növekszik a hozzá rendelhető pedagógus állomány is. Itt is igyekszünk megfelelni minden előírásnak, hogy pontosan azok a feltételek meglegyenek, amiket a törvény előír. Az egyház iskolának azt gondolom az értékeket kell képviselni, hiszen megvannak azok a református 500 évre visszanyúló hagyományos értékeink, és itt a rend és a fegyelem szóban tudom ezt foglalni, de tegyem hozzá azonnal, a rendet, a rendezettség, tehát nem a fegyelmezés, a fegyelmet pedig szintén nem a fegyelmezés, hanem a figyelem irányába, ugye a gyök az ugyanaz, tehát a fegyelemből kicseréljük az egy betűt, akkor figyelem lesz, tehát a fegyelem az a figyelemmel jár oda, a gyerekre való odafigyeléssel, és akkor, ha a gyerek érzi, hogy figyelik, akkor úgy is viselkedik. A másik pedig a rendezettség mind a külsőben, mind az iskola külső kialakításában, mind pedig az osztályok belső rendtartásában erre oda kell figyelni. Tehát ez a két célunk ebben az évben, hiszen ahogy növekszünk, ezekre egyre inkább oda kell figyelni. Az iskola 5. tanévében közel 300 diák kezdte meg 11 osztályban a nevelési évet. A hatékonyabb oktató munka megvalósításához pedig az idei évben számos eszközt, interaktív táblákat, padokat, sporteszközöket sikerült beszerezni az intézménynek, tudtuk meg Borsosné Lekvár Erikától, az iskola vezetőjétől. Közel 300 gyerekkel kezdtük meg ezt az 5. tanévünket. Három évfolyamon már két osztályunk indult. A 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamon van még egy osztályunk. Nagyon magas osztálylétszámokkal indultunk el. Két első osztály indul, két második és két harmadik osztály. Minden feltételünk, akár személy, akár tárgyi adott ahhoz, hogy megfelelő minőségi munkát tudjunk végezni. Több mint 30 pedagógussal dolgozunk. Mindenhol szakképzett, tapasztalt pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. A tárgyi feltételek tekintetében is igyekszünk a legmodernebb eszközöket biztosítani, úgyhogy gyakorlatilag talán egy-két tantermünk van, ahol még nincs digitális tábla, minden termet felszereltünk digitális táblával. Nagyon sok pénzt fordítottunk például ezen a nyáron eszközbeszerzésekre, sporteszközök beszerzésére, egyéb például tantermek felszerelésére, új padok, új asztalok, szekrények kerültek az érkező kis diákoknak a tantermébe. Tehát odafigyelünk, és nagyon sok energiát és pénzt fordítunk arra, hogy megfelelő környezetben tanulhassanak a gyermekek.
Megtudtuk, az intézménybe időben megérkeztek a tankönyvcsomagok, melyet augusztus 26-án minden diák kézbe is vehetett. A törvényi előírásnak megfelelően megvalósul az iskolában a mindennapos testnevelés is, mely az idei évben úszás oktatással bővül. Első három év folyamon már ingyenesen kapták a tankönyvet a gyerekek. Idejében megérkezett még augusztus 19-én, ezen a napon valamennyien pedagógusok dolgoztunk, átvettük a tankönyveket. Magát a tankönyvosztást 26-án osztálykeretben végeztük el. Nálunk ez így szokás, hogy az osztályfőnökök adják oda a tankönyveket. Semmilyen problémánk nem volt. A váratlanul, de örömünkre hozzánk érkező új tanulóknak rendeltünk még plusz könyveket, és akkor ezzel úgy gondolom, hogy zavartalanul kezdhetjük az évet. A mindennapos testnevelés megvalósítását jogszabály írja elő és kéri is egyébként. Egy év folyamunkon, a nyolcadikon annak idején azonnal nem vezettük be, mert még nem volt kötelező, hogy heti 5 órában tanuljanak testnevelést. Ott tömegsporttal egészítjük ki az egyébként kötelező 3 órájukat. A többi év folyamon pedig, illetve ugyanez igaz a 4. évfolyamunkra is, a többi évfolyamon már kötelezően zajlik a mindennapos testnevelés heti 5 órában. Ettől az évtől kezdve nagy-nagy örömünkre a testnevelőnk úszásoktató is, úgyhogy már úszást is fog tanítani, vannak délutáni sportfoglalkozásaink, lányfoci, fiúfoci, részt veszünk évek óta a Bozsik programban, illetve most azt hiszem talán 2 éve már a tollaslabdával is külön foglalkoznak a pedagógusok, illetve a gyerekek. A nevelő-oktató munka mellett az intézmény pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak a diákok hasznos szabadidő eltöltésére. Éppen ezért a tanulók számára vonzó, színes programokat szerveznek, így a kötelező délutáni foglalkozásokon jut idő a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, sportolásra is. Olyan szinten megnőtt a gyerekek tanórai terhelése, hogy alig tudunk helyet és az ő energiájukat megtalálni ahhoz, hogy külön foglalkozásokkal tudjunk nekik foglalkozásokat biztosítani. Úgyhogy nagy a harc a pedagógusok között, hogy a gyerekeknek milyen szakköröket, foglalkozásokat tartsanak. Hát ezek közé tartozik már évek óta nekünk az énekkar, akik nagyon színvonalas műsorokat szoktak az ünnepi istentiszteleteinken adni, a különböző sporttevékenységek, képzőművészeti foglalkozások, néhány óráját a művészeti iskola itt tartja, ahogy tudunk helyet adni nekik, és a saját tanulóinkat természetesen itt foglalkoztatják. De még egyszer mondom, azt gondoltuk, hogy töltjük ki majd ezt a 16 órai bent tartózkodást, de sajnos olyan magas az óraszáma a gyerekeknek, hogy harc van ezért, hogy ki milyen foglalkozást tud tartani, hát ugyanannak a gyerekcsoportnak vagy gyerekcsapatnak. Intézmény vezető asszonytól megtudtuk, az idei tanévben is sok programot szerveznek a már hagyományos rendezvények mellett. Versenyeket, diákönkormányzati napokat, egészségnapot tartanak majd a diákok számára az első fél évben. Köszönöm a kérdést, most beszéltünk róla, hogy ugye, ha belemegyek ezekbe, akkor hosszan fogunk beszélni, úgyhogy néhány programot emelnék ki, ami biztos, hogy hetente vannak programjaink, amire nagyon készülünk, és amit a gyerekek nagyon szeretnek, és több oldalt tesz ki a munkatervben ez a rész, de talán néhányat, ami valóban ránk jellemző. Készülünk már jövő héten, most szeptemberben, minden évben megrendezzük a horgászversenyt és az utána levő halászlé főzést az udvaron. Ezt nagyon szeretik a gyerekek a diákönkormányzat szervezésében. Lesz még szeptember végén, most október elejére átcsúszik a Népmese napja rendezvényünk, ahol a város és a környező települések gyermekeit várjuk. Szintén októbert a reformáció napi istentisztelettel, ünnepi istentisztelettel szoktuk zárni, amely számunkra természetesen az egyik legszebb ünnep. November az egészséghónap jellemzőjét kapja nálunk, tehát minden, ami az egészségneveléshez kötődik, oda koncentrálódik leginkább.
inkább. Természetesen december az advent és a szentestanapi istentisztelettel adja meg ezeket a programokat. Januárban ismét megrendezzük hagyományos Erős Lajos kupánkat a sportcsarnokban, ahol az iskola fiataljai, illetve akik el szokták fogadni a meghívásunkat, környékbeli iskolák gyermekeivel egy jó kis foci gálát szoktunk megélni együtt. Aztán februárban most hamar lesz a farsang vége, úgy hallottuk, hogy 9-én már vége a farsangnak, úgyhogy addig letudjuk a hagyományos farsangi rendezvényeinket. Ez nálunk a jelmezbál, szoktunk kiszebábot égetni, minden osztály elkészíti a saját kiszebábját, és azt elégetjük, elbúcsúztatjuk a telet. Ezzel zárjuk a gyerekek számára, és a hagyományos erős bálunkkal pedig a felnőttek számára a farsangot. A második fél év is igen mozgalmas az iskola életében. Márciusban, áprilisban készülnek az elsősök fogadására, májusban az anyák napjára, illetve a névadó Erős Lajosra emlékeznek meg az iskola pedagógusai és diákjai. A február és a március a leendő első osztályosok programjaival, illetve nálunk a beiskolázással szokott leginkább eltelni. Minden évben természetesen méltó módon megünnepeljük többek között a március 15-i nemzeti ünnepünket is. Április 11-ét mindig a költészet napjának szenteljük, ez nem csak osztálykeretben, hanem iskolai és diákönkormányzati keretben is, és nagyon szeretik a gyerekek, mi is a májust, mert már akkor közel van a tanév vége, de úgy szervezzük a programjainkat is, hogy minél több kinti program legyen, úgyhogy a teremtésvédelmi napunkon mindig családostól, iskolástól kivonulunk a Farkas-szigetbe, főzésre, akadályversenyre. Ebben a hónapban természetesen az édesanyákat mindig istentisztelet, ünnepi istentisztelet keretében ünnepeljük meg. Aztán erős napunk van Erős Lajos emlékére május 22-én. Sok-sok mérés várja ezeket a 4-6-8. Évfolyamos gyerekeket, az okévmérés, az angol nyelvi mérés. Ekkor zár gyakorlatilag a fizikai fittségmérésük is, illetve nálunk a 8-osok záróvizsgát tesznek, tehát elég zsúfolt program vár rájuk. Természetesen itt is vannak osztálykirándulások, azokat is május végén, június elején szoktuk megvalósítani, és várjuk a sikeres pályázat hírét a Határtalanul programba. Már most másodjára adtuk be, és bízunk benne, hogy olyan jól fog sikerülni, mint ahogy az előző tanévben ezt megtettük. És hát minden tanévet természetesen a tanévzáron túl bibliatáborral zárunk, és ez csak egy kevés válogatás volt abból, amit megszoktunk valósítani, és amit mindenképpen szeretnénk ebben az évben is megvalósítani. Az idei évben számos oktatási és nevelési célkitűzése van az intézménynek, hiszen az alapismeretek és kulcskompetenciák megszerzésén túl fontos, hogy a tanulók alapos, színvonalas és alkalmazható tudással rendelkezzenek. Éppen ezért a pedagógus továbbképzés, tehetséggondozás és felzárkóztatás is kiemelt jelentőséggel bír a tanévben. Az idei év célkitűzései mindig, és a minden év célkitűzései természetesen a pedagógiai programunkra épülnek, azt egy kicsikét átgondolva, valami aktuálisat azért mindig szoktunk ezekbe beleépíteni. Ebben az évben aktuális dolog, hogy a tavalyi évben minden felső tagozatos osztályunk részt vett Budapesten egy médiaértés napon, szakmai napon. A pedagógusaink 30 órás továbbképzésen vettek részt valamennyien médiaértésből. Így kiemelt feladat volt például, és többek között az, hogy ezt a médiaértési hozzáállását a gyerekeknek megfelelő mederben tartsuk, szintén vigyük őket Bűvösvölgynek, hívták ezt a szép kis helyet, ahol voltak. További célkitűzésünk mindenképpen megfogalmaztuk a tanévzáró értekezleten, hogy kevés az az ismeretanyag, kevés az a módszer, amit mi a főiskolán megkaptunk annak idején, és ami már nem alkalmas arra, hogy ezeket a mai kor szerint nevelkedett gyerekeket
megfelelő színvonalon tanítsák, tehát a továbbképzéseink tovább szaporodnak, kötelező továbbképzések az egész tantestületnek, illetve azért van, aki önállóan is képzi magát. Természetesen a már említett a keresztény értékekre való nevelés, ez nem kiemelt, ez a legfontosabb cél ebben az iskolában. A hazafias életre való nevelés kiemelt célunk, minden évben kiemeljük, de a pedagógiai programunkban is van az egészséges életmódra nevelés, ezeknek számtalan programjaival, és megfogalmaztuk kiemelt célként ebben a tanévben a felzárkóztatással kapcsolatosan a teljes bukásmentességnek az elérését, illetve a differenciálásnak a jelentőségét, és a munkánkban mennél szélesebb spektrumon ezt alkalmazni. Ötödik tanévét indította el tehát az idei évben városunkban az Erős Lajos Református Általános Iskola. A nyáron az itt tanuló diákok pedig kipihenhették magukat, és a hosszú szünet után készen állnak az előttük álló feladatokra.